Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Művészeti Akadémia székházában, a 150 esztendeje épült, nagymúltú, pesti vigadó történelmi épületében. Juhász Judit vagyok. Nagy öröm számomra, hogy én üdvözölhetem Önöket, Magyarország érdemes művésze, a Liszt, Artisius és Emerton díjas hegedűművész Illényi Katica estjén. Tisztelettel köszöntöm körünkben excellenciás Maximiliano Gregorio Fernadas urat, Argentina Budapestre akkreditált nagykövetét és kedves lányát. Isten hozta Önöket! És valamennyiünk nevében nagy szeretettel köszöntöm négy nagyszerű muzsikus gyermek gondos felnevelőjét, Illényi Katica édesanyját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Illényi Katica a mai estét a tangó műfaja legrangosabb képviselői előtti tisztelgésnek szánta. Remekül illik ez a választás, annak a művésznek az értékek iránt fogékony, érzékeny és gazdag zenei világához, aki már kisgyermek korában csillogó tehetséget mutatott, és 14 évesen a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályának növendéke lehetett. Mára Illényi Katica a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja, külföldön is ünnepelt hegedűművész és kiváló énekes, aki a zeneművészetben elért sikereit és rangját a pályakezdő muzsikusok támogatására, a magyar zeneszerzők nemzetközi bemutatására és az igényes zene népszerűsítésének szolgálatába állította. Személyisége, finom nőiessége, színpadra termett lénye mély hatást gyakorol közönségére. Tisztelői, rajongói ma itt ülnek a díszteremben, és nem csak magyarok, hanem többek között Floridából, Hollandiából, Ausztráliából, Izraelből, Cseh és Spanyolországból is érkeztek, érezzék nagyon jól magukat. És most felkérem Maximiliano Gregorio Fernadas nagykövet urat, mondja el köszöntő beszédét. Kérem, fáradjon ide. Kedves barátaim, sajnos csak egy kicsit beszélök magyarul, so I will express myself in English. So, dear audience, first of all, I would like to express my gratitude to the organizers for inviting me to address you in this unique concert. And also, a special thanks to you all for showing interest in the music of my country, Argentina. Tango is such a wide cultural phenomenon, including music, dance, poetry, films, fine arts, fashion, and even philosophy, among many other fields, that any I could say about that would be modest. But I dare to affirm that the secret of its wideness and popularity is linked to the universal essence of tango, which derives from the way it was created. At the end of the 19th century, the capital of Argentina, Buenos Aires, received so many millions of immigrants from all over the world, especially Europeans, that there live more foreigners than locals. These millions of people that decided to live mingle and not in ethnical ghettos were those who created tango, the most European music of all Europe, as it is called. Even in the 30s, there was a huge Hungarian tango life in Budapest, full of glamour and passion, when stars like Kotalin Koradi, Mario Messei, or Paul Kolmar sang tangos telling Argentina Ban, Chocban, Nietzsche, Yanni. Argentina doesn't lack kisses. Tonight, we are going to experience one of my favorite tango aspects, which is when the music is played by high-skilled musicians, like Mrs. Katica Ileñi, and the members of this fine orchestra, and when it is mixed with different versions,
like we are about to appreciate, from traditional Argentine tangos going through Piazzolla's modern tangos to Hungarian composers. Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Daniel Barenboim, and Plácido Domingo, among many other classical musician stars, proved that this kind of approach to tango from the classical music could be superb. One of the best Bach versions that I ever heard was made with a bandoneon, the most typical tango instrument, which shows once more that universal spirit of which I already talked. So thank you very much, and I wish you enjoy this extraordinary music. Szép estét kívánok, hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és
Izgatott örömmel állok itt önök előtt, hiszen tangót játszani valami egészen különleges dolog, hiszen az érzelmi skálák összes fokozatán végig tudunk táncolni, hogy ezzel a ideillő szóval éljek. Különösen, ha ezt ilyen nagyszerű muzsikusokkal tehetem, mint itt a kedves művész kollégák, óriási élvezet volt a felkészülés, a felkészülési időszak. És most 2 óra alatt lepereg ez a koncert, de hát ilyen az élet. Hölgyeim és uraim, nincs más hátra, mint hogy álmodjunk együtt tangóról, életről, szenvedéről, szerelemről. Nagyon szép estét kívánok önöknek!
Kedves közönség, a tangó sokadik virágzását éli, és ezt nagy részben, vagy javarészben Astor Piazzollának köszönheti. A következő szám Piazzolla szerzemény lesz, melynek címe Esquálo. Esquálo magyarul annyit jelent, hogy cápa. És hogy miért is cápa? Hát azért, mert nem sokan tudják, de Astor Piazzollának az egyik kedvenc szabadidős elfoglaltsága az volt, hogy horgászni járt, és a legboldogabb akkor volt, amikor cápákra vadászhatott. Állandóan cápavadászatra járt. Úgyhogy gondolom ez is lett a következő mű megírását is. Fogadják szeretettel a cápát, és aztán, hogy kifogták-e a végén, vagy nem, azt az önök fantáziájára bízom. És most következik az a zenemű, amire legjobban vártam ma este. Astor Piazzolla, a négy évszak Buenos Airesben című zenedarabja. Négy tételt fognak hallani. Nyár, ősz, tél és tavasz.
Thank you.
Thank you.